Mai vendégünk Kovács Jenő rendőr alezredes, a Baranya megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának megbízott vezetője. Szeretettel köszöntöm. Olyan magától értetődőnek tűnik ez a fogalom, hogy bűnmegelőzés, de valójában igen sokrétű tevékenységről van szó. Igen, ez így igaz. A munkánk fontos részét képezi a bűnmegelőzés. A munkánk fontosságát jelzi, hogy törvényi jogszabály adja hátteret a munkánkhoz, és emellett nagyon fontosnak tartjuk a bűnmegelőzést, ezen kívül is. Hadd mondjam el, hogy egy mondattal, ha utalhatok a történelemre, már több mint 250 évvel ezelőtt egy olasz humanista azt mondta, hogy jobb megelőzni a bünteteket, mint büntetni azokat. Mi megpróbáljuk ezt megszívlelni, és ezt figyelembe véve úgy dolgozni, hogy minél több bűncselekményt meg tudjunk előzni. Hogyha a gyakorlatot nézzük, akkor hogyan lehet megelőzni a bűneseteket? Igen, nagyon nehéznek tűnik első hallásra, és meg kell mondjam, nincs is könnyű helyzetünk időnként. Hogy visszamenjek a KH-hoz, úgy kell elmondanom, hogy a nyomozások során tudjuk, értékeljük azokat az eredményeket, amiket fel kell használnunk. Na most mi ezek ismeretében olyan, tudjuk azt, hogy melyek azok a bűncselekmények, amelyeket a legsűrűbben elkövetnek, tudjuk azt, hogy mely helyek a legveszélyeztetettebb helyek, tudjuk azt, hogy mely korosztályok azok, amelyek számíthatnak arra, hogy bűncselekmény áldozataivá válnak, és miután ezeket elemeztük, értékeltük, igyekszünk olyan paneleket kialakítani, készíteni, amelyeket fel tudunk használni, és amelyek segítségével úgy érzem, hogy talán sikerült megelőzni bűncselekményt. Tudom, ez nem mérhető, és az egyetlen nagy bánatom, hogy sokszor úgy tűnik, hogy nincs látszat a munkánknak, de ettől függetlenül azért csináljuk. De mégis mik a tipikus módszerek? Az ismeretterjesztés, az oktatás vagy a tiltás? Mind a kettő, illetve minden, ami ebbe körbe tartozik. Tartunk előadásokat, tartunk gyerekeknek, fiataloknak, katonáknak, diákoknak, időseknek, nyugdíjasoknak, mindenki, aki meghív bennünket, és ahová bejelentkezünk, vagy amit mi fontosnak tartunk, ott tartunk előadást. Hogyha úgy gondoljuk, és ha lehetőségünk engedi, akkor természetesen írott sajtó útján, vagy pedig szórólapokat készítünk, és juttatjuk el a címzetteknek, hogy tudják, érezzék, hogy mire kell figyelni, mire kell vigyázni. Van egy konkrét példa, nem is olyan régen egy inkubátort helyeztek ki a gyermekklinikára. Ez is a megelőzésnek egy módszere lehet. Hogyan funkcionál ez? Igen, büszke vagyok rá, hogy egyik kezdeményezői voltunk ennek az akciónak. Abból kiindulva, hogy ha már egy kis gyermek életét meg tudjuk menteni, akkor már nyertügyünk van. A mai napig nem került bele kisgyermek, de ez nem beszél a kedvünket, hiszen biztos vagyok benne, hogy eljön az alkalom, eljön az idő, amikor egy szülőnő, aki a gyermekét elveti, eldobja magától, az ki fogja használni ezt a lehetőséget. A Baranya megyei rendőrfőkapitányságon tehát egy osztály foglalkozik a bűnmegelőzéssel. Más osztályokon vannak esetleg olyan szakemberek, akik szintén ezt a munkát végzik? Baranya megyében igen, osztályszinten műveljük ezt a területet. Emellett minden rendőrkapitányságon van olyan kollega, akinek feladata bűnmegelőzés. Na most ebbe beletartozik természetesen a közlekedési bűnmegelőzés is. Ez egy átfogó program, ami a munkánkat képezi. Akinek e témával kapcsolatban közvetlen kérdése van, amit szeretne személyesen feltenni, akkor hova fordulhat? A Baranya megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályához, és a telefonszámot pedig gondolom, hogy be tudjuk mutatni. Köszönöm szépen a beszélgetést, a lezredes úr.